egészségünk megőrzése sokszor nem is olyan könnyű feladat, mint gondolnánk. Szerencsére vannak, akik segítenek, ha elhatároztuk, változtattunk az életünkön. Mai vendégünk dr. Bagi Anetta, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda vezetője, akivel a legújabb izgalmas kezdeményezéseikről is beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Hallottuk már az iroda nevét többször, mi is ugye beszámoltunk róla, riportokat készítettünk, beszéltünk itt a stúdióban is, de aki még esetleg nem tudná, mi az egészségfejlesztési iroda fő profilja? Egészségfejlesztési irodam a nevében is benne van, hogy az egészséget próbáljuk előtérbe helyezni. Végső célunk, hogy a lakosság egészségi állapotát javítsuk, ezen belül is fő hangsúlyt helyezünk a megelőzésre, a prevencióra, illetve az egészségtudatosság javítása a társadalomban. Nem véletlen szerintem a névválasztás sem, mert ugye lehetne mondjuk betegségmegelőzés, egészségmegelőzés, de ugye itt egészségfejlesztésről van szó. Ez mennyiben ad pluszt? Hát az egészségfejlesztés, tehát az, hogy azt jelenti az egészségfejlesztés, hogy egészen fiatal kortól idősekig szervezünk programokat, és próbáljuk a lakosság minden rétegét elérni, és minél fiatalabb korban el tudjuk ezt kezdeni, ezt az egészséges életmóddal kapcsolatos információk eljuttatását, annál jobb lesz hosszú távon az egészsége a lakosságnak. Tehát szeretnénk minél fiatalabb korban elkezdeni, és minél szélesebb társadalmi rétegben is eljuttatni ezeket az információkat. Beszéljünk néhány érdekes programról. Jó, például a bevezetőben említettem az irodalommal gyógyítani. Ezt kicsit átvitt értelemben fogalmaztunk így, de miről van itt szó? Igen, ez nagy sikerrel indult el ez a csoport foglalkozásunk. Ez irodalmi művek segítségével egy önismereti csoportot indítottunk el. Ezeket a foglalkozásokat hetente tartjuk, és irodalmi művek felhasználásával egy önismereti fejlődésen mennek keresztül a résztvevők. Nagyon fontos, hogy a testi állapotunk mellett a lelkünk is nagyon egészséges legyen, és hát a pandémia következményében elég sok probléma van a különböző embereknél, és próbáltunk ezen segíteni, és egy ilyen irodalomterápiás csoportfoglalkozást indítottunk el, amit egész márciusig hetente lehet látogatni a résztvevőknek. Említette ugye a pandémiát, és itt adódik a kérdés, hogy a vírus jobban ráirányította a figyelmet az egészség megőrzésre, az egészségállapotunk javítására? Hát én szerintem igen, mégpedig azért, mert mi is, nekünk is alkalmazkodnunk kellett a pandémiához, nem tudtunk kimenni személyesen foglalkozásokat megtartani, ezért mi is áttettük a hangsúlyt az online térre, és azt tapasztaltuk, hogy az online térben nagyon sok mindenki hozzá tudott férni ezekhez az információkhoz, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból az információk halmaza egyre több került föl az online térbe, és így jobban hozzá tudtak férni a lakosok, és egyre szélesebb körben. Viszont maga a személyes foglalkozások az sajnos háttérbe kerültek, hát reméljük, hogy most ebben az évben sikerül nekünk is egyre több csoportfoglalkozást megtartani, illetve ki tudunk menni több helyszínre is, hogy megtartsuk ezeket a foglalkozásokat. Most hogy állnak így a jelenléti és az online területen való működés, tehát mennyire tért vissza a személyes foglalkozások, mennyire tértek vissza? Szerencsére egyre több személyes foglalkozást el tudtunk indítani. Egyrészt van az irodalomterápiás foglalkozásunk, az mellett elindítottuk már még 2018-ban elindított Alzheimer Café foglalkozásunkat, az is most már személyes jelenléti foglalkozásként. Ezen kívül elindítottuk a Nordic Walking klubunkat is, amely szintén személyes jelenlétben történik, illetve szeretnénk munkahelyeket, illetve majd az iskolák felé is nyitni és elindulni a jelenléti foglalkozásokat. Tehát egyre jobban azt mondhatjuk, hogy tudunk jelenléti visszarázódni, így van. Említettem a bevezetőben is, hogy az a kérdés, hogy létezik-e könnyű fogyás. Hát ugyan az elhízás, ez tényleg egy népbetegség, és szinte mindenkit érintő probléma. Miben tudnak segíteni a fogyókúrázóknak?
Hát igen, tehát az elhízás az egy népbetegség, ez így van Magyarországon is, egy nagyon-nagyon gyakori betegség. Mi egyrészt abban tudunk segíteni, hogy az egyén érezze azt, hogy motiválva legyen ebben a történetben, hogy tényleg szeretne változtatni az életmódján. Mi ezért információkat teszünk föl például a Facebook és weboldalunkon, ezzel kapcsolatos információkat, illetve maga az egészségfejlesztő irodában időpontra lehet jönni hozzánk, és egy állapotfelmérést tudunk végezni, ami segít az életmódváltás elindításában. Itt az állapotfelmérés során van egy InBody nevezetű gép, ahol egyrészt a test súlyán kívül a testtömeg, illetve a testzsírszázalékot tudja megmutatni ez a gép, és illetve azt is meg tudja mutatni, hogy mennyi az alapkalória szükséglete az adott egyének az életkorának és a tömegének, illetve a testmagasságának figyelembe véve, és az alapkalória szükségleten kívül azt is megmutatja, hogy mennyi az az a kalória, amit be kell vinni ahhoz, hogy elérje, hogyha fogyni szeretne, illetve még azt is meg tudja és ki tudja számolni, hogy melyik az ideális testmozgás számára, és hogy ahogy azt a mozgást végzi fél órán keresztül, hogy mennyi a kalóriát tud naponta elégetni. Tehát egy nagyon komplex analízist végez ez a gép. Tehát érdemes erre eljönni, hogyha valaki elhatározta, hogy szeretne életmódváltoztatásban részt venni, illetve hogyha fogynia kell, akkor érdemes egy ilyen állapotfelmérést elvégezni, és ez alapján tudunk tanácsokat és útmutatást adni. Ezen kívül, hogyha szükség van rá, akkor egy dietetikai tanácsadáson is részt tud venni, ami segít az étrend összeállításában. Ez az állapotfelmérés, ez elég komplexül hangzik, ez mennyire népszerű? Ez nagyon népszerű, úgyhogy érdemes időpontot kérni hozzánk, hogy időben, tehát hogy bekerüljön és fel tudjuk mérni az állapotot. Ezt e-mailünkön van, telefonszámunk, Facebook és weboldalunkon lehet érdeklődni, hogy mikor tudnak jönni. Az állapotfelmérés után kapott instrukciók alapján mit tapasztal az önökhöz látogatóknál, mennyire sikeres a fogyás? Hát az az igazság, hogy az utánkövetés az egyelőre még nem megoldott. Ott tudunk után követni, akiknek például részt vesznek ezen az állapotfölmérésen, és utána valamelyik klubunkban részt vesznek, itt például a Nordic Walking Klubban, illetve a Senior Örömtáncunk, az is nagyon népszerű. Akkor tudunk után követni, illetve mi rendszeresen elmondjuk, hogy érdemes évente visszajönni erre a vizsgálatra, és akkor meg tudjuk nézni a változást. De egyébként, hogyha valaki szeretne, akkor 2-3 havonta is meg tudjuk csinálni ezt az állapotfölmérést, és akkor ő is látja a visszajelzést, hogy jó irányba indult-e el, vagy pedig valamit változtatni kell, és akkor esetleg az étrenden lehet változtatni például. Tehát nem feltétlenül csak az elején van állapotfelmérés, hanem akkor az idő előre haladtával is így van. A javulást lehet, és akkor ezt motiválóan is tud hatni, úgy gondolom. A Nordic Walkingot többször említettük, és ugye hát ez tipikusan jelenléti tevékenység. Hogy áll ez most? Szerencsére a körülmények úgy adták, hogy most februárban, pont holnap indul az első csoport. Ebben az évben úgy szeretnénk tartani ezeket a foglalkozásokat, hogy az alaptechnikát szeretnénk megtanítani, és onnantól kezdve kicsit elengedve a kezüket a résztvevőknek, utána önállóan, vagy pedig barátokkal együtt tudják ezt a tevékenységet folytatni. Tehát februárban lesz 4 foglalkozás, ahol egy képzett oktató bemutatja az alaptechnikákat és a helyes használatot, bothasználatot. Botot tudunk a résztvevőknek biztosítani, és akkor, amikor letelik ez a 4 óra, akkor utána önállóan is el tudnak kezdeni ezzel, tehát sportolni, és akkor márciusban szeretnénk indítani a következő turnust. Végezetül gyorsan mondja, akkor az elérhetőségeit az egészségfejlesztési irodának hol találhatók meg önök? Hát maga helyileg az irodánk a régi STK épületében található, első emelet 118-as szobában. Ezen kívül van weboldalunk, ez a maga az esi.hu/fi oldalon találhatók meg, illetve van Facebook oldalunk, ami az Egészségfejlesztési Iroda Kecskemét néven fut, és azon minden programunk fent van. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!